Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen. Kedves testvérek, ma virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja van. A Szent Liturgia a barkák megáldásával kezdődik a templomtéren, majd fölhangzik az evangélium, azután körmenetben bevonulunk a templomba. Ez emlékeztet minket Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulására. Most a barkákat fogom megáldani. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus király nyomába, ő általa egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hangozzék föl a virág vasárnapi evangélium. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél Jézus előre küldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: menjetek be a szemközti faluba. Amint beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége. Erre mindjárt elengedi. El is mentek, és az út elágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: miért oldjátok el a szamarat? Ezt válaszolták, amit az Úr mondott neki, és erre elengedték őket. A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették köntöseiket, ő pedig fölült rá. Sokan az útra terítették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik előtte jártak, és akik elkísérték, így kiáltoztak: Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa, hozsanna a magasságban! Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a körmenetet követően ezen a napon az ünnepi szent misén elhangzik a Márk szerinti passió, Jézus kínszenvedésének története, amely az apostoli igehirdetés legősibb, legközpontibb része. Kedves testvérek, ma szánjunk rá negyed órát, hogy elolvassuk Szent Márk evangéliumának 14. és 15. fejezetét. Így csatlakozzunk lélekben Urunk keresztútjához. Legyünk készek mi is fölmenni Jézus keresztjét, hogy vele együtt dicsőségre jussunk.
A mostani virágvasárnap sajátos lehetőséget ad számunkra, hogy az Úr szenvedésének megünneplése megerősítsen minket a világ járvány idején. Amen. Az adventi programunknak a sikerén felbuzdulva találtuk ki, hogy február hónapra meghirdetjük a Nyomda sétát elnevezésű rendezvényt. Ez február 1-től egészen 28-áig zajlott. Minden nap kikerült egy-egy nyomda a falu különböző pontján, és egy hétig lehetett ezekkel pecsételni. A program nyomdázós része ért véget februárban, de egy hét volt még rá a jelentkezőknek, a résztvevőknek, hogy az utolsó nyomdákat is megtalálják, és aztán úgy terveztük, hogy ezt követően kerül sor a jutalmazásra, ami egy kicsit a vírushelyzet miatt csúszott, és erre most kerítettünk sort. Szonya, pontosan mikor, mettől meddig volt a jutalmazás, hány órától hányig, hol vártuk az embereket? A jutalmazás a Kultúra előtti téren zajlott, és 2-től szombatig vártuk itt 4-től 6-ig a sikeres nyomdázókat. A sikeres nyomdagyűjtők vászontáskákat, virágmagokat és csokoládét vettek át a pecsétfüzetért cserébe. Számításaink szerint körülbelül 150-en vettek részt a nyomdasétát programon. A nagyobb ajándékok kisorsolására vasárnap délután került sor. A húsvéti sonkát Kranc Barna nyerte, ez a Brown Húsbolt felajánlása volt, valamint volt egy gyümölcskosár is, az is gazdára talált, ez pedig Palatin Dóra viheti majd haza. Nagyon szépen köszönjük a felajánlásokat, örülünk neki, hogy ennyien sétáltak velünk februárban. Nagyon örültünk a sok pozitív visszajelzésnek, és ezért is gondoltuk, hogy a húsvéti hétre több programmal is készülünk. Hétfőtől csütörtökig a kézműveskedőknek fogunk kedvezni. Erre az eseményre a TIK-kel, a Tarján Ifjúsági Klubbal közösen készülünk. 4 videót fogunk megosztani az online platformunkon, hétfőtől csütörtökig minden nap egyet-egyet. És még azzal is készülünk, hogyha esetleg olyan valamit készítünk, ha ezekhez az anyagokhoz speciális eszközökre van szükség, akkor azt majd minden nap az adott videóhoz tartozót a Kultúra ablakában fogja megtalálni, aki szeretné elkészíteni ezeket a húsvéti díszeket. Valamint számíthatok arra, és számíthatnak arra is, hogy a húsvéti hétvégén, vasárnap és hétfőn egy hasonló sétálós, nyuszikeresős programmal készülünk, majd mint amilyen a nyomdaséta is volt. Mindezekről a programokról a falu új honlapján, most elindult új honlapján, a Falu TV-ben és a Kultúra Tarján közösségi oldalon lehet bővebb információt találni. Sok szeretettel köszöntöm a Falu TV nézőit. Engedjék meg, hogy néhány szóban ismertessem az elmúlt időszak történéseit. Ezért március 10-én képviselőtestületünk online ülésezett. Ez nem hivatalos képviselőtestületi ülés volt. A pandémiás időszak miatt ez nem lehetséges, hanem egy informális ülésről volt szó. Ezen az ülésen beszámoltam a képviselőtestületnek a január óta eltelt időszak történéseiről, illetve a költségvetés, 2021-es költségvetés pontjait beszéltük át. A költségvetést egyhangulag elfogadtuk. Az online ülésen beszéltünk az idei évi pályázatokról, hogy milyen pályázatokon kíván részt venni az önkormányzat, illetve hogy milyen lehetőségek vannak. Kiírtak egy pályázatot az egyesületek és civil szervezetek részére, községi, illetve az útmenti keresztek felújítására, állítására. Itt sikerült egy olyan konstrukciót összeállítanunk, hogy valamennyi önkormányzatunk területén működő civil szervezet és egyesület, akik részt vehetnek ezen a pályázaton, mindenki vállalt egy keresztet, annak a felújítását, tisztítását. Reményeink szerint nagyon sokban fogunk tudni nyerni, és ezek a keresztek is megtisztulnak, és újjáépülhetnek. A Magyar Falu program keretében az önkormányzat szándékozik a Kultúrotthon felújítás programban indulni. A Kultúrotthonban mindenképp szeretnénk a parkettát újra cserélni.
Az egyházakkal is egyeztetett önkormányzatunk, számukra is nyílnak pályázati lehetőségek. A református és a katolikus egyházzal azt beszéltük meg, hogy az önkormányzat segítségével indulnak a temető útjainak bővítése pályázaton, a temetőben egy urnafal kialakítása pályázaton, illetve a református egyház közösség indul egy közösségi ház felújítása, rekonstrukciója pályázaton. Az önkormányzat indul a Szent István út felújítása című belügyminisztérium által kiírt pályázaton, illetve terveink között szerepel a konyha modernizálása, kapacitásának bővítése, ehhez elengedhetetlenül szükséges az elavult hűtő ládák, illetve hűtőknek a cseréje. Ezt úgy szeretnénk megoldani, hogy egy hűtőkamrát építenénk be a konyhába. Ennek a pályázatán szeretnénk indulni, ennek az előkészítése már folyamatban van. Ez év március 16-a óta Tarján község önkormányzata lehetőséget biztosít tarjáni lakosok részére a kertben keletkezett gallyak lerakására. Ezt a telephelyet a Móricz Zsigmond téren egy üres telken, önkormányzati telken alakítottuk ki. Azért esett a választásunk erre a telekre, mert a faluban bent van, tehát könnyen szemmel tartható, könnyen le lehetett keríteni, és aránylag könnyen elérhető a tarjáni lakosok számára. Ezen a helyen március, április, szeptember és október hónapokban a tűzgyújtás helyett le lehet adni a kertben keletkezett gallyakat és fás hulladékokat. A telephely kedden és pénteken van nyitva az említett hónapokban, keddenként 9:30-tól délig, pénteki napon pedig 2-től 5 óráig lehet leadni a gallyakat. Kérek mindenkit, hogy kizárólag gallyakat, semmiféle fém, illetve műanyag hulladék ne kerüljön a gallyak közé, mert ez nagyon megnehezíti a darálását ennek az anyagnak. Az itt felhalmozott gallyakat időközönként, amikor több összegyűlik, akkor egy vállalkozó ledarálja és el is szállítja. Természetesen azokat, amiket fel tudunk használni a saját ágyásainkba, azt a nyesedéket innen fogjuk kivenni. Nagyon fontos, hogy a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulás is gyűjti a zöld hulladékot. Mindenképp használjuk ki ezt a lehetőséget, mert ingyenesen szállítják el a nyesedéket, hulladékot. Erre a telepre csak a nehezen kezelhető gallyak kerüljenek. Lehetőség van igénybe venni a tatabányai hulladék udvarokat is. Mindenkit bíztatok, hogy amit szelektíven gyűjtött, azt lehetőség szerint a tatabányai szelektív hulladéklerakókba szállítsák. Több helyen az útra rálógó ágakat, gallyakat, illetve a nagyon elbokrosodott területeket az önkormányzat dolgozói elkezdték tisztítani. Ez történik most itt a Török híd nál is, itt már hosszú évek alatt nagyon elbozótosodott, ráadásul a szennyvíztisztító munkatársai a szennyvíztisztító rendszer műtárgyaihoz nem férnek hozzá, ezért megtisztítottuk ezt a területet is. A gallyakat el tudjuk szállítani a telephelyünkre. Március 25-én elkészült a Kondi Park világítása, így most már sötétedés után is tudják használni a sportolók, a tréningezők a Kondi Parkot. Reméljük, hogy a járványügyi intézkedések nem lesznek olyan szigorúak az elkövetkező időszakban, úgyhogy este 10 óráig kivilágított helyszínen lehet sportolni. A világítás önműködően kapcsol be szürkületkor, és este 10 órakor kikapcsol. Ha valaki elhagyja a területet, akkor kérem kapcsolja le a világítást. A feliraton egyértelműen látszik, hogy melyik a Kondi Parknak a világítása. Amúgy 10 órakor magától is kikapcsol.
Tarján Jókai utca 6-ban vagyunk az Egyesületek házában, és a mai kis beszámolónak az ad apropót, hogy közel fél év, háromnegyed év előkészület után, a húsvét előtti héten elkészültünk a Tarjáni Egyesületek házának a felújításával. Legalábbis a felújításnak azzal a részével, amire a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat szerzett két pályázaton összesen több mint 3,6 millió forintot. Amikor utoljára bejelentkeztünk, akkor az január vége, február elején volt, és akkor javában folytak még az építési munkálatok. Ahogy most körbenézünk, azt látjuk, hogy itt a konyha részben vagyunk, és az épületnek azért ezt a részét választottuk, mert ez az említett két pályázatból a konyhának a belső építészeti felújítása, itt a padlócsere, falbontás, az álmennyezet rendberakása, illetve a falak festése volt az egyik kupac, erre kaptunk 1,5 millió forintot, és a mögöttem levő konyhában látható a modern 21. századi konyhabútor, ami kiépítésre került, illetve a mellettem levő összecsukható egyszer-egyes asztalból tudtunk 15 darabot venni, és ezekből az egyszerű székekből további 31 darabot sikerült beszerezni. Ez a bútor része a pályázatnak, ami 2,1 millió forintot tett ki, ezt a Német Belügyminisztérium pályázatán nyerte el a Tarjáni Német Nemzetiségi Önkormányzat, 6036 euró volt a nyeremény, és ezt kellett 15% önrésszel kiosztanunk. A célunk az volt ezzel a két pályázattal, hogy egy olyan közösségi színteret hozzunk létre, amivel elsősorban a nemzetiségi hagyományápolást szem előtt tartó egyesületek, civil szervezeteknek biztosítunk egy olyan teret, amiben az összejöveteleiket, rendezvényeiket meg tudják tartani. Van egy ilyen építményünk, a tájház, ami sok esetben nagyon szűkös, nagyon kicsi volt, főleg a téli, őszi, tehát a hideg időben való rendezvényekre. A másik ilyen alkalmas helyiségünk a kultúrotthon, a művelődési ház, az viszont túl nagy. Itt a nagy teremben és ezzel a mögöttem levő konyhával egy olyan, a kettő előbb említett helység közötti méretet találtunk meg, ami ideális lehet egy 30, akár 50 fős rendezvénynek, egyesületi, vagy akár magánjellegű rendezvény megtartására. A konyhát igyekszünk német önkormányzati pénzből tovább fejleszteni. A tovább fejlesztés alatt arra gondolok, hogy a konyha berendezéséhez szükséges tárgyak, itt poharakra, tányérokra, evőeszközökre, edényekre gondolok. Erre fogunk benyújtani most április 12-én egy újabb pályázatot, meglátjuk, hogy ezzel hogy járunk ezzel a pályázattal. A célunk az lenne természetesen, és ezt kívánom mindenkinek, hogy a pandémián minél előbb túlessünk, és végre ezek a közösségi rendezvények is elindulhassanak, és ebből a bezártságból minél előbb szabadulhassunk. Ahogy azt már Fülöp István úr is említette, a nemzetiségi és a községi önkormányzat karöltve valósította meg ezt a projektet itt a Jókai utca 6-ban. Még az utolsó munkálatok folynak, a padló szegélyezése van még hátra, illetve az előtérben a járólapozás. A WC, illetve mosdó helységre még ajtót fogunk szerelni. Ennek a közös együttműködésnek nagyon gyümölcsöző az eredménye, mert mindenki számára egy kitűnő teret tudtunk létrehozni, az egyesületekkel, a dalkörrel egyeztetve megnagyobbítottuk ezt a helységet, sokkal jobban elférnek, az igényeknek sokkal jobban megfelel, illetve teljesen modern burkolattal láttuk el, egy meleg burkolattal, amit nagyon könnyű tisztítani, és ellenáll a víznek, nem hullámzik, nagyon kényelmesen lehet majd itt megtartani az egyesületi, illetve akár a magánrendezvényeket is. A tavalyi év tapasztalata azt mutatta, hogy nagyon nagy az igény erre a helységre, a lakosság részéről is. Különböző kisebb-nagyobb családi rendezvényeknek adott otthont a tavalyi évben a Jókai utca 6 Egyesületek háza.
Remélhetőleg a vírus helyzet elmúltával újra meg tudjuk nyitni ezt a helységet, és mindenki nagy örömére használhatja majd hétközben és hétvégente is. Néhány munkát még be kell fejeznünk. Az előtérben egy új szélfogó portál ablak-ajtó került beépítésre. Azt ruhatárként fogjuk tudni üzemeltetni, így a belső helységekben még több tér marad a rendezvényekre. Nagyon jó példája ez a projekt az összefogásra. Az önkormányzat dolgozói igen sok mindent tudtak megvalósítani. A bontási munkáktól az újjáépítésig csak bizonyos nagyobb szakipari munkákat kellett külső szakemberekre bízni, a festést, a villanyszerelést, illetve a vízvezeték szerelést. Az összes többi munkát önkormányzatunk dolgozói végezték. Az idei évben rengeteg pályázati lehetőség nyílik meg. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt és külön-külön is nagyon sok pályázaton szeretnénk részt venni. Bíztatjuk az egyesületeket is és a civil szervezeteket arra, hogy lehetőség szerint valamennyi pályázaton vegyenek részt. A kisebb, nagyobb pályázatok mind a falut gazdagítják, hogyha meg tudjuk őket valósítani. Elkezdődött az ifjúsági tábor karbantartása is. Első lépésként a zöld felületek tisztítását, a fű nyírását kezdtük el. A mögöttem levő erdős, ligetes részt is már az önkormányzat dolgozóinak sikerült megtisztítani az ágaktól, cserjéktől. Ez is egy kitűnő játszótere lehet majd a tábor lakóinak. A nagy zöld felületek kaszálását is elkezdtük. Itt is aránylag ritkán nyírt gazos terület alakult ki. Most az őszi időszakban lekaszáltuk, és reményeink szerint most már finom zsenge fű fog nőni, amit sokkal könnyebb lesz karban tartani. A táborba vezető út nyomvonalát is sikerült kialakítanunk. Az elmúlt hetekben az önkormányzat dolgozóival sikerült az utat úgy megtisztítani, hogy gyalogosan már jól járható az út. A Szöllőhegy tetejéről, az út végétől, a tábor felé kanyarodva eljuthatunk egy most földes úton a táborba. Egy nagyon gyönyörű, szép területen vezet keresztül ez az útvonal. Ez az útvonal az önkormányzat tulajdonában van már nagyon régóta, a rendszerváltás óta. Eddig nem sikerült kialakítani, illetve lehet, hogy észre se vette senki, de ez egyenesen a táborba vezet. Ezzel is közelebb hoztuk a faluhoz a tábort. Szeretnénk a tábort bekapcsolni a falu életébe, és ez egy kitűnő lehetőség, hogy főútvonal érintése nélkül, gyalogosan, remélhetőleg a közeljövőben kerékpárosan is ki lehessen jutni a táborba. A 2021-re tervezett tornyói beruházások is elkezdődtek. Az idei évre egy kanyarkorrekciót terveztünk a buszmegállóval szemben. Itt jelentős a teherautó forgalom, ezért az út patkája teljesen beszakadt. Ide egy nagyon erős patka kiképzés kerül, így a teherautók biztonságosan tudnak ebben a kanyarban is bekanyarodni. A tavalyi évben megkezdett útfelújítási munkálatokat folytatjuk az idei évben is. Egy mindkét oldalon szegélyes utat újítunk fel Tornyóban. Az idei évre önkormányzatunk tervezi a Ne felejts utca járda rekonstrukcióját. Ezzel kapcsolatosan már bekértünk árajánlatokat. Reméljük, hogy a tervezett költségvetésünkbe bele fog férni ez a tevékenység. Községünk weboldala
már nem felel meg a mai kor igényeinek, ezért hosszas előkészítés után sikerült a weboldalt, egy új weboldalt indítanunk. A tarjan.hu linkre kattintva már mindenki számára elérhető a megújult weboldalunk. Sok új információval, sokkal dinamikusabban, sokkal szebb dizájnnal szeretnénk ezzel is szolgálni a falu lakosságát. Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutassam ezt az oldalt. A kezdő oldalon tarjáni képekkel találkozhatunk, a Tarján TV-re külön linkel és a képújságra is azonnal csatlakozhatunk. A legfelső sorban találhatóak a menüpontok. A hírekre természetesen a hírek jönnek elő, a Tarjánról egy legördülő menü, amiben Tarján története, a tarjáni látnivalók, rendszeres rendezvényeink, testvérvárosi kapcsolatunk, és egy nagyon remek panorámakép Tarjánról, egy interaktív panorámakép, ahol akár a templomba is benézhetünk. A templomban körülnézhetünk. Körbe-körbe, lent is, fönt is. A falu életéről egy nagyon gazdag menü nyílik meg, ahol a kultúráról, az oktatásról, az egészségügyről, a sport és szabadidős tevékenységről, a helyi vállalkozásokról és a civil szervezetekről árulnak el információkat az oldalak. A helyi önkormányzat menüpont alatt az önkormányzat tisztségviselői, az önkormányzat működése, rendeletek, bizottságok, pályázatok és egyéb dolgok találhatók, archív információk a választásokról, a 2018-as, 2019-esre lehet kattintani, közérdekű adatok a tevékenységre és a működésre, tehát az önkormányzat tevékenységére és működésére vonatkozó adatok, az önkormányzat gazdálkodási adatai és számlaszámai találhatók, illetve az önkormányzat közbeszerzési ügyei, közbeszerzési szabályzata, terve, közbeszerzési eljárások, tehát a folyó közbeszerzési eljárások és a közbeszerzési szerződések kerültek föl. A nemzetiségi önkormányzat menüpont alatt a helyi német nemzetiségi önkormányzat hírei, tisztségviselői, jegyzőkönyveiről, határozatairól, illetve a tarjáni német nemzetiségi általános iskoláról tudhatunk meg többet. A polgármesteri hivatal menüpont alatt a hivatal elérhetősége a jegyzőről, egy kit keressek menüpont alatt megtalálhatjuk, hogy milyen ügyben szeretnénk eljárni, kikereshetjük, hogy kihez kell fordulnunk. A nyilvántartások, nyomtatványok, e-ügyintézés, kormányablak és okmányiroda segíti a gyors ügyintézést az önkormányzatnál. A főoldal második sorában találhatóak a legfrissebb hírek, ide aktuálisan mindig felkerülnek azok az információk, amit a település lakóival szeretnénk közölni. Kérem önöket, hogy rendszeresen látogassák meg az oldalt, mert itt mindenféle információhoz hozzájuthatnak a falu életéből. Kötelező jelleggel fel kell tüntetnünk az EU-s pályázatokat, itt ebben a bannerben található, vagy ebből a bannerből indulunk a jelenleg futó, illetve az elmúlt időszakban lezárt pályázatok menüponthoz. Közelgő események pont alatt azokat az eseményeket, rendezvényeket találhatjuk meg, amelyek az elkövetkezendő időben lesznek. Így a nyomdasétát jutalmazása aktuálisan, a húsvéti kézműveskedésről, illetve a bucsúról, illetve a trachtágról kaphatnak információt. Az összes eseményre egy külön linkre kattintva juthatunk el, ahol sorba, időrendi sorrendben szerepelnek azok az események, amiket az önkormányzat tart meg. Vannak benne design elemek is, ugye azoknak, akik nem ismerik a településünket, képekkel, illetve egyéb információkkal próbálunk tájékoztatást nyújtani. A Tarján TV linkre kattintva
A Falu TV adásai, az legutóbbi adásai, linkjei láthatjuk, illetve nemrégiben elindítottuk az élő egyenes adásokat is, ahol kézilabdamérkőzéseket, az átkapus kézilabdamérkőzéseket közvetítjük élő egyenes adásban, illetve húsvétkor a katolikus templomból élő misét közvetítünk. Ha végig görgetjük ezt az oldalt, akkor az oldal alján a korábbi adások megtekintéséhez kattintson ide, linkre kattintva az összes eddigi Falu TV adásunkat vissza lehet nézni. Ha valakinek javaslata van a weboldalunkkal kapcsolatosan, azokat szívesen fogadjuk. Ha hibákat találnak, azt kérjük nézzék el, jelezzék felénk, és amit lehet, javítjuk. A vírus elleni védekezés kapcsán teljesítjük azokat a kormányzati előírásokat, amik az önkormányzatra vonatkoznak. Az óvodát ügyeleti rendszerben működtetjük, az összes óvodai gyermeknél lehetőség nyílik az étkeztetésre, tehát a konyha kiszolgálja az otthon maradott gyerekeket is. Az önkormányzatnak az oltással kapcsolatosan az orvosok segítése a feladata. Felvettük a kapcsolatot dr. Kálmán doktor úrral, egyelőre még nem tartanak igényt az önkormányzat segítségére. Amint szüksége van a doktor úrnak a segítségünkre, állunk rendelkezésére. Kérem, tartsák be a kormányzati előírásokat, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Nagyon sok mindenki tudja, 2011-ben alakult a Bakus Bortársaság Egyesület, és akkor az egész idő alatt mindig volt ilyen célnak, hogy legyen egy ilyen egyesületek háza, egy saját pincé, ahol tudunk összegyűlni minden alkalommal, hogy van egy ilyen saját helyünk, ahol egyáltalán a saját életünket tudunk élni. Ugye a mi egyesületünk most a pandémia miatt nem lehet, de alapból minden hónap az első kedden egy összegyövetel van, ahol ilyen szakmai borkóstolás, illetve az egyesületnek az életét beszélünk, szervezünk a programjainkat, a falu támogatási feladatunkat is, akkor ott megbeszélünk ki, mit kell csinálnia. És volt egy ilyen lehetőségünk tavaly januárban, hogy ez itt a körpincénél akkor vásároljunk ez a 2 darab pince. Nem sokat gondolkodtunk, mert hogyha a Boregyesületnél a egyik legikon helyzet itt a faluba az itt a körpincében, akkor gondoltunk, hogy meg kell tennünk. És akkor a saját forrásból, saját önerőből vásároltunk mind a két pincét, és utána sok minden lehetőségünk nem volt a felújításra, de szerencsére tavaly volt egy ilyen nevezett nemzetiségi egyedi támogatások pályázatokat, ahol tudtunk pályázni. 2 millió forint volt a pályázati érték, ebből 1 millió 4 volt azt a támogatást, amit kaptunk, és idén elindítottunk egy új pályázati, ugyanazzal a forrási részről, ahol szeretnénk már a pincén úgy életre hozni, hogy használható legyen. A fő feladatok, ugye, hogy mondtam az elején, az két pincéből állt az egész vásárlás, és így az elsődleges feladat az volt, hogy a két pincéből egyet csinálunk, egyik présház, mindjárt nem a pince, hanem a présház egybe, és akkor itt sikerült egy 52 négyzetméteres egybefüggő tért alakítanunk. Ahogy elindult az egész projekt, kértünk a szakembereket, árajánlatot anyagi oldaláról, még a munkadíjat is külön-külön, és hogy mindig is mondjuk, minden rossznak van jó is, az a pandémia helyzet úgy alakított az egész tagok, mert 32 tagok vagyunk, a 32 tagnak a életét, hogy sok minden nem tudunk kezdeni.
És azért összeültünk a vezetőség, és kitaláltunk, hogy a munkát, vagy a nagy része, a munkádnak a nagy része saját erőből végzünk. Ilyen társadalmi munkákból hetente egy vagy két alkalom, attól függ, hogy mi a feladatokat, akkor ilyen munkacsoport áll össze, és akkor különböző feladatokat végzünk. A középső falat le kellett bontani, és ugye a tető szerkezet kellett összeállítani, hogy ne dőljön össze, ha nincs a középső falat. Úgyhogy egy mestergerendát, két pillér a két oldal, és egy mestergerendát raktunk, amit tartja most a tető. Egy ilyen 30-40 centi színkülönbség volt a két pince között. Most már úgy állunk, 6-7 munka után, hogy a két pince össze van nyitva, a mestergerenda a helyén van, ami tartja a tető, és a két pincé színbe áll. Ugye a következő feladat az már a vízes blokknak, a vezetékeknek a beszerelése, és utána már jön a betonozás, és utána már a járólapozás. Ugye itt, ez ahol most látunk, ez a két pillér a két oldalon, itt állt egy fal, amit választotta a két présház. Mi ezt a falat szétszedtünk, vagy leszedtünk. Közben ástunk egy alapot itt a két pince között, hogy legyen tartás, és két pillért betonoztunk a két szélén, amit azok tartanak fönt, ez az új mestergerenda, amit ugye az a szerepe, hogy tartsa a tetőt, és akkor így ezt az egész két tér sikerült kinyitnunk. Látszik, hogy két pince bejárata van, mert két különböző pincéről volt, minden présház volt a saját pincéje. Ezáltal, hogy egy szintbe hozunk a két présház, a baloldali pincé bejárat, az nagyon alacsony lenne, és azt kitaláltunk, hogy akkor ezt a pincé bejárat akkor le lesz zárva. Ezt nem fogjuk használni, csak egy ilyen dísz polc lesz a szép bejárati kőből, és hátul most történnek a munkálatok, hogy összelettek nyitva a két pince, és most újra új ramonáde, új falazás folyik jelen pillanat. Ez a munka, ez már mi nem mertünk saját munkákból, ugye itt szakértelem kellene, hogy valamilyen baleset történjen, ez ilyen külsős céggel csináljak ezt az egész része. Úgy tervezünk, az a célunk, ilyen szép cél, nem tudom, hogy sikerülni fog, vagy nem. Idén, ahogy mondtam, az eleje 2011 óta működik az egyesületünk. Magyarul idén a 10. évünk, ilyen jubileum év, és szerintem nagyon szép lenne, hogyha az egész a vírus története is engedi, hogy a szeptemberi születi felvonulás innen indulna, és nagyon szép lenne, hogyha úgy tudnánk alakítani, hogy itt lenne akár a vége, és egy ilyen pincé megnyitóval együtt egy ilyen kis ünnepet tudnánk csinálni. De mindenféleképpen szeretnénk, hogy idén már használható legyen a pince a saját életünkre. Nyilvánvaló az elmúlt években is bármilyen rendezvény, ami itt ennek a körpincébe történt, mint Bakus Bortársaság mindig részt vettünk és támogattunk ezt a rendezvényt, úgyhogy ugyanúgy fog működni, ugyanúgy lesz akkor most már nem csak kint, hanem akkor bent is tudunk akármit használni a pincét, és minden egyes rendezvény, amit itt történik, akkor nyilvánvaló támogatni fogjuk, mint az elmúlt években.